Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon ma szeptember 14-én. Egy késő videóval a türelem rózsát terem, mint ahogy látod, a türelem rózsát terem, és úgy hívják ezt a kártyavetés szintén a számodra, a SCAD kártyával ez a kivetés a lélektárs kapcsolatodra. Persze, mielőtt a kártyákat keverni fogom, meghívlak, hogy huny be a szemed, és élvezd a kristályhangtál rezgését, valamint küld el gondolatban azt, amit szeretni tudnál, és huny be a szemed, és keverjük közösen a kártyákat. Te a tegnapi portálnap nagy változás napja volt, változás nap, úgy hívták. Szóval úgy hívták, nem úgy hívták, hanem én úgy azt az energiát éreztem, hogy egy változás indult tegnap be. Fontos az, látod, a külső változás, szóval külvilágba kívülről valami történik közöttetek. Úgy látom, ez egy előrejelzés, de ez tényleg lehet egy irány, vagy egy lehetőség erre. Nem biztos, hogy ez most neked 100%-osan így fog lenni. Érezd bele, lehet, hogy valamivel rezonálsz, lehet, hogy valamivel nem rezonálsz. Későn érkezek a videóval, most este 8 óra már, de most kerül rá a sor, hogy videót neked felvegyek, vagy nektek felvegyem. Tegnap nem érkeztem, tegnap csináltam egy élő livestream, hogy mondják a német csatornámon is. Volt egy kis zavarás benne, valaki kicsit zavarta a műsoromat, vagy az adást, és azért nem is készítettem több videót. Lehet, hogy az is valami módon egy oka volt, hogy pihenjek, vasárnap volt, és remélem, hogy örültök, hogy itt vagyok, és azért hívják ezt a videót, hogy a türelem rózsát terem. Mint ahogy látod, ebbe a lélektárs kapcsolatban szintén kívülről fontos, hogy kívülről van egy változás, ami azt illeti a lélektárs kapcsolatban, ez igen egy karmikus változás, és az önbizalommal van egy, az önbizalommal függ ez az egész össze. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy lehet, hogy a lélektársad is az önbizalmában már fejlődött, hogy magabiztosabb, merészebb, bátrabb, vagy pedig te rád vonatkozik ez az egész. Fontos az, hogy ebbe a kapcsolatba tovább higgyetek magatokba, hogy tovább, hogy kitartóak legyetek, és hogyha kicsit mérgelődtök is rajta, hogy ezt a nagy szeretetet megtartsátok a szívetekbe, ez a fontos, valamint hát igen, a lélektársra is ez vonatkozik. Neki még szükség van arra, hogy még fejlődjön, növekedjen, úgy belső növekvés, az nem azt jelenti, hogy most magasságra vagy valami módon fejlődjön, hanem a tudat szintjét emelje, fejlessze önmagát, hogy igen, ebbe a mély önbizalmába stabilabb legyen, belejön az önbizalmába, valamint higgyen ebbe, hogy ebből egy komoly kapcsolat is kialakulhat. Valamint elengedje ezeket a félelmeket, a gátlásokat, ami benne van. Úgy látom, hogy vannak neki ilyen vesztesség, félelmei, hogy fél, hogy tényleg, hogy ez a kapcsolat is nem fog neki sikerülni, és ez összefügg, lehet avval, hogy valami módon
a család témákat magával hord. Ez a családot szimbolizálja, az új kezdetet, ez pedig az anyai oldat. Az anyai oldat az azt jelenti, hogy igen, ezt a befogadó női energiát, hogy itt van még, itt vannak még gátak, vagy valamit átvett a családból, amit magával visz, amit nem tudott még feldolgozni, föloldani. Persze ilyen család fölállítással is nagyon sok ilyen témákat fel lehet oldani, tehát persze, hogy most ezt te nézed a lélektársadnak, és nem tudsz neki most jelenleg segíteni. Én nektek csak útmutatást kínálok, persze ezt a csatornát azért alapítottam, hogy a magyar nyelvem, az anyanyelvem gyakoroljam, hogy folyékonyabb legyek ezen a spirituális úton is a kifejezésekkel. És személyes elemzés, ne haragudjatok, nem tudok nektek adni, itt Németországban élek, és a Magyarországon persze mások az árak, mások a feltételek, ez nekem itt a praxisom működik, és nem tudok tényleg személyes elemzést befogadni, de remélem, hogy nektek ez is segítség, és nagyon köszönöm, hogy velem vagytok, hogy ilyen szépeket beírtok, hogy türelemmel vártok rám, valamint nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon sok szép felhőket, amit nekem elküldtetek képbe. Valami módon próbálok egy utat, vagy megpróbálok egy utat majd nektek is találni, de hagyjatok időt tényleg, mert nem jön össze minden egyszerre. Ha eljön az ideje, ha megérkezett, tudatni foglak benneteket, tudni fogjátok, hogy is tudtok még valami módon tőlem valamit kapni, vagy valamin részt venni, ezt majd ha eljött az ideje az orákulumba, megmondom. Látjátok, ez a spiritualitás fejlődéssel van, összhangba, türelem, rózsát terem. Az azt jelenti, hogy a fölébredés, a fejlődés, igen, a tudatszint emelkedés játszik, valamint ebben az lélektársi kellán kapcsolatban egy nagy szerepet. Valami módon kirakom a kártyákat te neked, és nézzük csak, mi is van itten. És ez persze egy folyamat, ez nem jön máról holnapra, és hogyha nem jelentkezik, na ezt még szeretném megmondani. Minden, ami a lélektársaddal összefüggőben van veletek, az mind a te témáid, az neked csak mutatja tükörként. Például, hogyha nem jelentkezik, visszavonul, akkor lehet, hogy nálad van a gátlás, de ez nem negatív alapon gondolom, hanem hogy nézzél oda, hogy hol van még benned olyan gátlás, ami ezt nem engedi meg, hogy jelentkezzen, vagy nem tudtok tovább jutni, hogy milyen téma van még ott, milyen megoldani való lecke, micsoda gát van nálad. És én nem tudok rajtatok sajnos most másként segíteni, de hogy ezt tudatosodik bennetek, nagyon sokan dolgoznak persze, mondom most, mint család fölállítással, vagy hipnózissal, vagy mediálisan, ilyen szellemgyógyászattal, ahol feloldják ezeket a blokkokat nálad. És hogyha úgy érzed, hogy azzal rezonálsz, akkor keresd magadnak terapeutát, vagy angyalterapeutát a környékedbe. Így látom, hogy te most valami módon itt vagy, nagyon az érzelgős oldaladban, ez a női oldalban, vagyis úgy látom, hogy egy szomorúság van nálad most a szívedbe, ez a kommunikációval összekapcsolatban, beszéddel összekapcsolatban van ez az egész, és az a lényeg tényleg, hogy ezeket az érzelmeket meggyógyítsad, valamint fontos az, hogy nagyon fontos az, hogy igen, fejlődj, ez a spirituális ébredés,
fölébredés, azért is felébredés, vagy fölébredés, felébredés. Mind a kettő lehet, hogy jó. Én persze tájszólás lehet, hogy bejönni, ha nálam. Bocsánatot kérek érte, de remélem megértitek. Szóval az lélektárs kapcsolat találkozás azért van, hogy te felébredjél spirituális úton, hogy a tudat szintedet felébredjen, és haladjál valami módon, egy pozitív irányba haladjál, mint ahogy látom itt ez a közelség, ez a mély kapcsolódás, valamint ez a telepatikus összefüggés a lélektársad, ez mind meg is fog maradni, és ez még fejlődni marad nálad. Marad, majd még ott marad te nálad. Itt a lélektársad, a másik lélek felét szimbolizálja itt, aki tényleg jobban tudatosan döntéseket hoz, nem ilyen intuitív, mint te, hanem inkább a racionalista, valami módon neki is ez azért jött, hogy ő is önmagába fejlődjön, valamint, hogy növekedjen, valamint, hogy ebbe az önbizalmába belejöjjön, hogy higgyen benne, hogy ebből egy komoly kapcsolat lehet, vagy pedig, hogy felépítse, vagy fejlessze ezt az oldalt nála, ami párkapcsolatot, hogy tudjon párkapcsolatba élni. Lehet, hogy témái voltak, ami a párkapcsolatot illeti, vagy a megbízást illeti a családba, és ilyen irányba néz ide is. De közben fontos az, hogy megengedje befogadó oldalát, a női oldalát, megbocsájtó legyen, befogadó legyen, hogy higgyen ezekbe a dolgokba, hogy az önbizalmába, az intuíciójába higgyen, és elengedje ezt, tehát az ellenőrzés, kontrollás témát, hogy ő ezt mindent ellenőrizni szeretné, irányítani szeretné, mert racionalista emberek azok nagyon fejükben vannak, és mindent úgy szeretnének irányítani, minden, hogy úgy legyen, ahogy ők azt elképzelik, hogy mindent meg kell magyarázni, mindent leg... Nem lehet mindent megmagyarázni. Néha el kell dolgokat fogadni, amire nincs magyarázat, hogy hát ez így van, hát nem muszáj mindent úgy 100%-osan tudni, hanem érezni is fontos. Valami módon a tudatalattiában, mint ahogy látod a férfi oldalát, ezt a kitartóságát is fejleszti, ez a nagy szerelem, mert mivel, hogy téged nem tud kitörölni az életéből, itt ez a nagy szerelem, itt van nála. Nézd, nála te egy kicsit mérgelődsz rajta, vagy úgy kicsit aggódsz, mérgelődsz, kicsit ez téged, hát igen, ez egy kicsit téged megbolygat ez az egész, és ez valami múltéleti kapcsolat, ami följön neked, amire úgy emlékezel, a tudatalattidba följönnek témák, amire úgy emlékezel, valami módon úgy látom tényleg, hogy ez a lélektárs kapcsolat, mint ahogy látod, te neked az önbizalmadat, ezt az egós oldaladat is egy kicsit fontos, hogy hogy fejleszed, hogy azt jelent, hogy igenis én szép vagyok, igenis én jó vagyok, igenis én a saját avval törődök, az önszeretettel, ami nekem fontos, azt befogadom, azt ahhoz hozzáállok, és fontos az, hogy igen, hogy visszahúzódj is magadba, húzódj néha, és hogy letisztálsz magaddal, hogy mit is szeretnél, hogy mi is neked az a fontos az életedből, hogy mi is azon neked, mit jelent az az önszeretette neked, hogy önmagadra odafigyelj, hogy mi neked a fontos, mi jön úgy föl a lelkedből, nem pedig, hogy mit várnak el az emberek tőled, mit várnak el a szüleid, mit várnak el a szomszédok, a munkatársa, a rokonok, a barátok, hanem, hogy önmagaddal azt letisztáld, önszereted, hogy ahhoz hozzáll, ami neked fontos.
és ehhez, hogy visszavonulj egy kicsit is. Úgy látom, hogy ezzel még van egy kis gondod a munkát, ami azt illeti, mert nem döntöttél még, nem hoztál még döntést, hogy igen, például, hogy tudok egy példát mondani, hogyha valakinek nagyon fontos a spirituális munka, mint most például én, nekem is nagyon fontos a spirituális munka, úgy érzem, hogy tényleg nekem ez a feladatom, nekem ez a hivatásom, lelkemből a hivatásom, az adatottságom, akkor fontos, hogy hozzáálljak a dolgokhoz, most, hogy akárki kinevet, vagy most, hogy mit is gondolnak rólam, fontos az, hogy egy döntést hozzak, és az az önszeretet, és az egy tényleg egy folyamat azt elérni, hogy igen, hogy hozzáálljál dolgokhoz, ami neked fontos az életedben. Bármit, hogy a többiek mit mondanak, hogy kitartó legyél. És ez egy folyamat, hogy ezt elért. És ehhez még egy kis türelemre van szükséged, mert ezen még dolgozó, ez még egy kicsit nehézséges itten, hogy eldöntsd, igen, ez a lélektárs kapcsolat, ha fiatalabb tőled, vagy ha más vallású, ha bármi, ha sokkal idősebb, mint te, vagy bármi, hogy ahhoz hozzáállja, hogy neked mi is a fontos neked, mi is a célod az életedben, az az önszeretet. A lélektársnál úgy látom, hogy ő is szintén lenyomja ezeket, visszatartja ezeket az érzéseket, és ez egy kicsit úgy lehúzza neki valami módon ezt a boldogságot. Itt van ez a nagy boldogság, az a nagy esély erre, valami módon, hogy elérje azt a pontot az életében, hogy igenis én itt megérkeztem, igenis ez az, amire vágyok, ez az, elértem, amire vágyok. Ez neki nagyon fontos, és ezt még egy kicsit visszavonja, valami módon ez levonja neki az élet erejét, hogy nem tud úgy örülni, mert nem vállalja még egészen be a külvilág véget, a külső részek véget. Habár itt van ez a nagy óriási vonzalom itt nála, és ez itt is fog nála maradni, ez fontos lenne, hogy ez valami módon megoldja önmagába. Na most megnézzük a sorsvonalát. Hát felelősségvállalás nincs, még itt meg kell, hogy gyógyuljanak az érzések, valamint ebben a lélektárs kapcsolatban, a vonzalom itt van, sikeresen ott is fog maradni. Nézzük, te nálad azt jelenti, ez a nagy szerencse, meg lesz az új kezdet, ha megérkezik az új kezdet, nagyon szerencsésnek fogod érezni önmagad, valami módon ez is egy karmikus lépés, amit fel kell, hogy oldj. Egy karmikus feladat, amikor te azt felismered, hogy mi minden ismétlődik az életedben, és amikor a dolgokat megoldod, akkor átlépsz rajtuk. Jó? No, most megpróbálom, most még kiszámolom a kártyákat. Na, kiszámoltam a kártyákat, te letűntél innen. No, három kártyát kap a lélektársad ide, hogy mi is jön ki hozzá. Nézzük erre, hogy lesz-e bele komoly kapcsolat, megnézzük, hogy lesz-e kommunikáció, beszéd közöttetek. Valami módon, hogy fejlődik ez a lélektárs kapcsolat, és hol nem döntöttél még úgy magadba, hol kell még, hogy döntsél,
valami módon, hogy mi véget nyomja itt ezeket az érzéseket le. Nézzük csak, az lélektársadnak mi jött ki. Hát te jöttél, neki kell, igen, te jöttél rá, kiestél rá valami módon te. Az érzések, hogy még nem gyógyultak meg az érzések irány. Vannak sérelmek, sérelmek múlt életi, sérelmek lett ebbe az életbe, és valami módon megbántottad, valami tükrözti benne, valami érzés felhoztál benne, és ez még meg kell, hogy gyógyuljon veled kapcsolatban, lesz-e vele komoly kapcsolat. Hát ez a komoly kapcsolat, ez nagyon tele vannak még félelmeke, vesztesség, félelmek vannak benne, még ez még el fog tartani, ezt fel kell oldani. Miért nyomja le az érzéseit? Lehet, hogy a távolság, lehet, hogy az is jelenti, hogy nem csak a távolság végét nyomja le az érzését, hanem lehet, hogy az is, hogy valami módon van közöttetek egy nagy távolság, mondjuk év különbség. Távolabb laktuk egymáshoz, különbözők az érdekek, stb. Valami distance, valami távolság van közöttetek, ami véget ezt lenyomja. Lesz-e kommunikáció? Igen, igen, lesz kommunikáció, ez mindig a házat szimbolizálja, a házat, a megérkezést, a szépet, a harmóniát, a jót, lesz közöttetek kommunikáció, hogy kell-e, hogy döntsé, döntő, képtelen, vagy ez lehet, hogy régi érzés magaddal hozod, nem akarsz felelősséget vállalni valami módon, nem akarsz felnőni, a felelősséget vállalni, ez már nagy valami. És a lélektárs kapcsolatban pedig ki rájött a váratlan öröm, az életöröm, hát ez nagyon jó, tényleg, ez nagyon jó megérkezett. Na most húzunk még kártyát, én gondolkodok rajta, most melyik kártyát is fogjam neked húzni, nézzük, 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 húzunk egy csokis kártyát, jó? Húzunk egy csokis kártyát, csokoláden orákel, nézzük a csokis kártya, mit mond neki, mit mond neked, én imádom a csokit, imádom a csokoládét, ez tényleg nagyon finom, nézzük neki, mi az üzenet a lélektársadnak, micsoda az üzenet, micsoda. A belső gyermekét kell, hogy meggyógyítsa, a belső énjét, a belső gyermekét. Mi az üzenet te neked? Mi az üzenet te neked? Liebesode, hát ez valami... Azt szimbolizálja, most nem tudom 100%-osan magyarul lefordítani, hogy ez valami nagyon, ez a szerelmi érzést, hogy befogad, megenged, igen. És hogy elfogadás köt össze benneteket, hogy te is elfogadjad, hogy most per pillanat ő neki még témája van, még gyógyulni kell, hogy türelemmel legyél, mert türelem rózsát terem, még ő a belső gyermekét, a belső énjét meggyógyítsa, hogy az akceptált, befogad, és te pedig élvezd ezt a szép szerelmi érzést önmagadba. Húzunk még neki, nektek egy-egy kártyát ebből a szívecskéből, szerelmi orákelum, amor üzenete, és holnap is fogok videót csinálni, de elnézést kérek. Na neki, mi az üzenet neki? És mi az üzenet te neked? De fogok persze videót csinálni, de mondtam nektek, hogy ahogy az idő megengedi, jó? A te szíved azt mondja neki, hogy szerelem. Ha a szerelem a felelet, akkor miért kell még kérdést tenni? Valami módon neked pedig az ő szíve azt mondja, hogy te mindent erőszakkal meg akarsz, valóra akarsz váltani. Adj egy kis időt, hogy minden alakuljon. Azt mondja az ő szíve te neked, és össze kell köt benneteket a szabadság, hogy semmi nem fog titeket visszafogni.
a szabadság érzés ez itt van egymás iránt, az a lényeg. Remélem ezt be tudtad fogadni, ezt a videót rezonáltál vele, ha így volt, örülök persze, ha lájkoltok, és szintén örülök, ha legközelebb szintén velem tartotok, iratkozzatok fel a csatornámra. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, a türelem rózsát terem. Sziasztok, Valéria!